Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Forzéti vagyok. És igen, jól látjátok, ma Minecraftozni fogunk, mert ugyanis a csatorna elérte a 71 feliratkozót. Nagyon szépen köszönöm nektek, csak így tovább, srácok. Ma azt gondoltam, hogy megnézzünk 5 Minecraft seedet, amit egy angol videóból találtam, azt az angol videót leteszem a leírásba. És egy kritériuma van, mégpedig ezek a szidek az 1.19-es verzióban fognak működni, és a Bedrock Editionbe. Hogyha számítógépen játszol, abban nem fog. Úgyhogy akkor szerintem nézzük is. Itt is vagyunk az 5. szidben, és igen, látjátok, ez ugye mocsárerdő, amint a szemünk ellát. De amint hátrafordulok, előbukkan itt a mocsár erdő közepéből egy ilyen akácia falu, vagy akácfalú, ki hogy mondja. És az az érdekesség benne, hogy a sok mocsárfa közül kinőtt itt egy akácfa is. Szóval elég érdekes ez a seed, ennek konkrétan nem szeretett volna legenerálódni. De látjátok, mégis itt van, és elég érdekes egyébként ez a falu. Itt egy nagyon pici veteményes, de hogyha erre még elrepülünk, itt egy nagyobb veteményes látható, illetve szénabálák, házak, mindenhol nyálkák, úgyhogy minden, ami számnak ingere. Vasgólem is. Szóval még erre is terjed a falu, úgyhogy ekkora. Egyébként jó nagy kiterjedésű, azt kell, hogy mondjam. A falunak a koordinátái a következők. A mínusz 3, 19, 76, mínusz 9, 12. Apat a vasgolem aprítja a szlájmokat. De ne aggódjatok, a szidet, vagy a kezdőértéket ki hogy hívja, a képernyő tetejére ki fogom tenni. Úgyhogy ez lett volna az 5. hely, lássuk a 4. hely. Itt is lennénk a 4. seedben, ugye ez egy domboldal, amit itt láthatunk. De ha szintén megfordulok, akkor lehet látni, hogy egy, igenis egy hatalmas nagy bányába lyukadunk ki. Szóval én azt mondom, ígyük is meg az éjjellátás beitalát, ami 8 percig tart, és akkor fedezzük fel ezt a kis bányát, ami nem is kicsi. Így talán jobban látjuk a bányát. Itt ugye, itt csorogál le a víz, és igen, mi is ez a? Hát ilyen trutymó. Ez a trutymó, kérek szépen, ez a skalk moha, és ebből nő ki. Ez a skalk katalizátor névre hallgat. Ilyen hangja van, hogyha sétálunk a skalkon. Ott is még egy ilyen skalk katalizátor, és itt van egy ametiszt geóda, itt. Ugye ez is az 1.19-es verzióval jöttek be. Szóval, igen. Ez az ametiszt geóda. Most már ezt is tudjátok. Egyébként visszakanyarodva a skalkra, még annyit mondanék el, hogy van ugye egy úgynevezett repeater block, amit most gyorsan megkeresek. Itt is van, ez szóábítja a hangot. Hallgassátok csak! Ez a repeater block, ez bármilyen hangot tud
elküldeni a sikoly blokknak. Például, ha lenné itt a közelben sikoly blokk, akkor már vinni tovább a hangot annak a sikoly blokknak. De mivel ugye nincs itt sikoly blokk, a közelben ezért nem tudja a hangot továbbadni. Amúgy ilyen hangja van. És hogyha bármit kiütünk mellette, akkor is be fog ez jelezni. Láttátok, én most kiütöttem 2 Skark blokkot, és hogy bejelzett. Ott van még egy. Látjátok ezeket a kék particle effekteket? Ezek azért vannak, mert ugye ez akar jelezni, hogy hangot bocsájtunk ki. Keresünk egy sikoly blokkot. Szerintem itt fönt lesz. Ha nem is itt, akkor itt. Terjed le a Skark. Az egy katalizátor, az nem az. Ha már úgyis lejjebb jövünk, akkor ez a seed, ez ennyit akar, hogy itt egy masszív elhagyatott NPC bánya, meg ugye mindenben ott a Skark. Túlélőzni itt nehéz lehet. Ott van még egy katalizátor. Hoppa. Egyként is ezeket a víz hatástalanítja. Nézzétek meg, mindent benőtt a Skark. Egyként a Skark úgy növekszik, hogyha a katalizátor mellett bármilyen állat meghal, vagy mob, vagy a játékos, annak a lélekét használva föl, tud terjedni. És elérkeztünk az Ancient City-be, vagyis az ősi városba, amiből valószínű lesz videó itt a csatornán. Itt egy sikoly blokk, ugye itt egy repeater, hogyha bármit kiütök mellette, igen, hallottátok, akkor egy-egy sikoly. Igen, Forza, eleve a sikoly blokkban, a nevében is benne van, hogy sikoly. És sikollyal fogja riasztani a Wardent, úgyis vásárolni van az őrzőt. Úgyhogy, igen, úgy tudjátok előhívni a Wardent, hogyha ráálltok, úgy is tudjátok egyébként. És igen. Láthatjátok, ott kamarognak benne a szellemek, meg a lelkek. Azért nincsenek szörnyek most a játékban, azért nem idéződik meg a Warden, mert most a békés játékmódon játszok. Ezért nem tud megidézni a Warden. Ez volt tehát a... Jó, hallgass már el. Ez volt tehát a negyedik seed. Itt is lennénk a harmadik seedben. Ugye? Ez egy hegynek tűnik. Ott csordogál le a víz. Igen ám. Itt egy falu. Itt a szirten. Egy ilyen kis
egyszerű kis falu, ház. Elég értékes lootok vannak benne. Mit sem mondjak. És igen. Nézzétek meg. Van olyan ház, ami a szirtekre zvonult, meg van olyan ház, ami ide a völgyben. Úgyhogy elég érdekes. Ez a szíd is. Itt egy ágy. És konkrétan ennyi. És elég érdekes ez a szíd is. Nézzük csak meg a fönti házikot. Igen, igen. Itt van nekünk ez a kis aranyos kis házikunk. Mert alatta zombie spawnerrel. Igen. Itt van egy zombie spawner. Aminek tartalma nem jó. Azon az egy kenyeren kívül. Úgyhogy ez lett volna a harmadik szidünk. Nekem ez eszméletlenül tetszik. Bár nem annyira jól néz ki a szénsaló, de a Wardenes még is nálam mindent visz. De ez nektek egyéni kérdés. Úgyhogy ez lett volna a harmadik, ilyet a második. Jelentes sorisítés, olyan szép hegyeket generált, de most nem a hegyekért vagyunk itt, hanem ezért a bányarendszerért. Ijjuk is be az éjjelátás bájitalunkat, és akkor fedezzük fel, hogy mit akar ez a kis bánya. Szépen itt ugye csodagál le a víz. Tudom, a negyedik szíd is hasonló volt, de ott inkább volt az NPC bánya volt a fontosabb. Mert itt ugyanis, láthatjátok, konkrétan ez olyan, mint egy sima bánya. De hogyha itt lejövünk, találkozunk egy gigantikus slime-mal, de itt tovább jövünk, ha megküzdünk néhány szörnyel, utána tovább jövünk, ott is van a skalk. Szóval nem tudom hány blokk mélyen lehetünk, de itt is itt van a Asian City. Szóval ilyen közel van. Hát durran a felszínhez az Asian City. És megpróbálom a Warden-t lehívni. Jó, meg volt a kettő riasztás, és akkor már csak egy riasztás kell. Ez így biztonság kedvéért még egyet. Pedig kikert a Warden. Itt. Ugye? Ez a Warden, vagyis a őrző magyarul. És akkor azt mondom neki, hogy kérünk csontvázt. Léte. Hát igen, a Warden ellen nem lehet elmenekülni. Úgy tudom, hogy csinált el, mint a húzat.
láthatjátok, ami egy képesség a Sonic Boom, az akkor van, amikor nem tudja elérni. Na ez volt a Sonic Boomja. Igen, ez az üvöltés azt jelenti, hogy már rage-el. Jössze, Sontit várja szerintem. Nem, Creeper-re megy. Az a csontvázat is annyi. Nézzétek meg, hogy sprintel. Van itt egy csontváz. Igen, még a falon is átlő. A Sonic Boomjával. A csontváz meg az sem tudja. Hát ennek a csontváznak annyi volt. Igen, a csontváz az se tudja, hogy ilyenkor mi van. Így néz ki maga a szörnyeteg. Ilyen hangja van. És igen, és visszabújt a föld alá. Szóval ennyire erős a Warden, de kint, hogyha megölitek, nem dob semmit. Csak XP-t, és ennyi. Úgyhogy szerintem térjünk rá, és ezzel elérkeztünk a listánk legutolsó építményeire. Igen, azért mondtam többes számba, mert kettő épületet fogunk megnézni. Az első ugye egy tök normálisnak tűnő Bridger Outpost, melynek hegye a 488, 159, mínusz 745 koordinátán fekszik, de hogyha lenézünk, akkor észrevertitek, hogy ez abszolút nem normális, ez generálás. Mert nézzétek meg, a Minecraft nem tudom miért oldotta meg, gondolom azért, mert ugye itt egy bánya van, és akkor valamivel ugye ki kellett támasztani. De hogy így, nem értem, nem mindegy. Igen, hogy, de miért is mondtam, hogy a videó elején a többes számot. Azért mondtam ugyanis, mert nem sokkal arrébb, itt van egy Villager Mansion. Ez az erdei kastély. Úgyhogy, igen. Ott egy Villager Outpost. És itt meg egy Villager Mansion. Úgyhogy elég érdekes. Szerintem ennyi lett volna ez a videó. Én pozitív voltam. Lehetek jó. Vigyázzok magatokra.